A rendezvényen Kun Zsófia miniszterhelyettes országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket, aki beszédében kiemelte, hogy a térség életében fontos szerepet tölt be a sport, főleg a fiatalok körében. A politikus örömét fejezte ki, hogy az 1997-ben megalakult asztali tenisz szakosztály a mai napig működik, és versenyzői kiemelkedő eredményeket érnek el. Ünnepi gondolatai végén jó versenyzést kívánt a versenyzőknek. Ezt követően Nyíri Tibor, a város polgármestere nyitotta meg a rendezvényt, aki beszédében hangsúlyozta, hogy a város sportjában kiemelt szerepet tölt be az asztali tenisz szakosztály. Hagyományosan, hál' Istennek nagyon régi hagyományokra mutat vissza az asztali tenisz, és sikerült nyilván néhány lelkes emberrel olyan szintre emelni, hogy ma a nemzeti bajnokságnak a második vonalában versenyzik a legerősebb csapatunk, és ezt NB1-nek hívják. Ezelőtt még van egy extra liga 12 csapattal, tehát igazán azt mondhatom, hogy országosan is jegyzett az asztali tenisz csapat. Egyrészt kell a fiataloknak, hogy ilyen jó példa legyen. Tehát mikor én gyerekként nagymamám elhozott szerencse és a gőzmozdony megszólalt, mondtam, hogy ilyet akarok én is. Tehát kell, hogy lássák, hogy magas eredményeket lehet elérni. Ezért a környéken lévő fiatalabbaknak és legfiatalabbaknak külön foglalkoznak velük. Tehát nem csak az a néhány profi játékos, aki játszik a csapatban, azt elmondanám, hogy nagy megtiszteltetés, hogy határon túlról is, Erdélyből is, Székelyudvarhelyről is játszanak rendszeresen a csapatunkban, és rendszeresen itt vannak a mai napon is. A kupa pedig az mindig egy alkalom, mindenki szeret nyerni, ahol egy nap alatt kiderül, hogy ki a legjobb, és hát én úgy gondolom, hogy jó érzéssel gondolnak szerencse. Mondhatom azt, hogy így talán a Dunától errefelé jelen pillanatban, ugye a Covid azért jelentősen csökkentette az érdeklődést, az egyik legnagyobb verseny, elmondhatjuk. Tehát jó hírét kelti a városnak, fiataloknak jó ösztönzőt ad arra, hogy legyek én is sportoló, sok mindent befektetni nem kell, a szülőknek se. Több alkalommal van, egy héten háromszor is van edzés a fiataloknak, és igen szépen fejlődött az elmúlt időben, tehát van fejlődési, van kiktől tanulni, szakavatott edzők, és úgy gondolom, hogy csak így tovább a fejlődésben. A megnyitó alkalmával a szakosztály ajándékkal kedveskedett képviselőasszonynak és a város polgármesterének. Ezt követően kezdetét vette a megmérettetés, amely alkalmával Kun Zsófia és Nyíri Tibor asztalhoz álltak. A négy versenyszámra összesen 51 fő nevezett az ország különböző pontjairól egyaránt. A mai szerencs kupát a 14. alkalommal sikerül megszervezni. Covid egy picikét ebbe közbeszólt, tehát 2 évig nem tudtunk rendezni, most ismételten örömmel hívtuk meg az ország valamennyi asztaltenisz kedvelőit, hogy jöjjenek és játszanak itt szerencsén, a Csokoládé városában. 14. alkalommal szerveztük, az elődöm Csorba István és a város összefogásával lett elindítva, én már az 5. alkalommal, hogy szervezem ezt a versenyt, még egyszer a várossal együttműködve. Egy picikét van bennem hiányérzet, mert hogy csak 51 fő nevezett, az Covid előtt viszont a 100 fő fölötti létszámot is tudtunk produkálni, de hát az örömet nem szeretném elvenni, örülünk annak, hogy meg tudjuk szervezni ezt a versenyt, 51 fővel vagyunk. A jó hír az, hogy a külhoni barátaink ismételten megtiszteltek bennünket, jöttek Erdélyből, jöttek Felvidékről. Ez mindig is egy olyan baráti kapocs, olyan közösségformáló erő, amelyet a 51 fővel is, de tudunk erősíteni, tudunk táplálni. Azt hiszem, hogy erőnk fölött teljesítünk, beleteszünk mindent, és az NB1-es csapatunk is 4.-5. helyen fog végezni, ugyan még van 2 forduló a bajnokság végével, de hogy alapvetően tényleg azt mondom, hogy ez egy számunkra ez egy nagy dicsőség. Az MB2 tartja magát,
szintén küzdelemben vagyunk, talán a harmadik hely megszerzéséért, meglátjuk, hogy hogyan alakul a végjáték, és kettő megyei csapatunk van. Tehát azt gondolom és azt hiszem, hogy amennyiben lesz lehetőségünk kibontakozni, talán még tudunk ennél följebb is menni, szeretünk álmodni, ott az álmainknak a megvalósításában kérünk, kapunk támogatást, és azt hiszem, hogy a határa csillagos ég. A versenynaptár sűrűsége miatt csupán május elejére tudták megszervezni a programot, amely számos más országos eseménnyel ütközött, ballagások, veteránversenyek. Ennek ellenére jó hangulatú küzdelmek voltak a városi sportcsarnokban. Nagy megtiszteltetésként élték meg az SZVSE játékosai, hogy a versenyükön részt tudtak venni a székelyudvarhelyi barátaik, a felvidéki csapattársaik, de érkeztek nevezők Budapestről, Debrecenből, Nyírbátorból, Ózdról, Edelényből, Miskolcról is. A meccseken színvonalas és szép labdameneteket lehetett látni. Kiemelkedő volt, hogy az U17-es korosztályban 20 fiatal képviseltette magát a szerencsi asztali tenisz bajnokságon.